Szervusz, kedves Sárika! Légy olyan kedves, mondd el a történeteded, ami nem olyan régi. Hát körülbelül 8 nappal ezelőtt az iskolába szaladás közben megbotlottam egy széklábba, és olyan szerencsétlenül estem, hogy eltörött a csuklom, amit először senki nem akart elhinni, még én magam se, ezért fölhívtam Heffler István barátomat. Valahogy ki van fordulva itt a kezem a helyéből, és helyre tudná tenni. Ő távol a pálcával rám mért, és mondta, hogy menjek el a kórházba, mert azt érzékeli, hogy az orsócsont el van törve. Na hát ezzel nem minden kollégám értett egyet, aki ott állt mellettem, még meg is kérdezték, hogy milyen bot az, meg mit lehet ezzel mérni, és hogy tényleg elhiszem-e. De hát bekerültem 10 percen belül a röntgenre, és a röntgen eredménye azt mutatta, hogy igen, az orsócsontom rendesen eltörött, egy picit el is van mozdulva. Ezt sikerült azért a kórházba helyre hozni, és a tegnapi nap folyamán kaptam egy szorosabb gipszet. Ja igen, azt elmondanám, hogy közben természetesen az István által ajánlott cseppeket is szedtem. Hát a 4-es, 456-os, 37-es, meg a 309-es 9-es cseppek. csepp. F-esek mind. És hát nagyon örültek az orvosok, hogy nem kell megműteni, mert úgy tűnik, hogy jól gyógyul a kezem, de a tegnapi szoros gipsz azt eredményezte, hogy az éjszaka duplájára bedagadtak az ujjaim, és a könyökömnél is kezdődött egy ödéma. De most már nincs. Ami most már nincsen, ami eltűnt, mert hogy Istvánhoz jöttem, minek utána kicsit meglazították a gipszet, és az energiakezelés hatására lelappadtak teljesen az ujjaim, és az ödéme és a könyökömnél felszívódott. Tehát és a fájdalom is eltűnt. Fájdalom teljesen, azt így éreztem, hogy ahogy István az energiát és hozzá se értem a gipszen húzza keresztül sem, a kezemből, de hogy mint amikor húzzák ki a fájdalmat, vagy valami oda ragadt dolgot, de nem fáj, tűnik el belőle, tehát éreztem a húzást, ahogy az energia hatására tűnik a fájdalom. Ezt azért is kértem, hogy csináljuk meg, mert hogy most hirtelen gyorsan meg is tapasztaltad, és hamarosan energiakezelés kurzust fogok tartani, és erre is ezáltal is szeretném a kedves érdeklődőket meghívni, hogy jöjjenek, tanulják meg, mert ezt szeretném átadni, ezt a tudást, amit én tudok, és megtapasztaltál te is. És nagyon köszönöm. Nagyon szívesen, én is köszönöm a videót. További szép napot neked!